Ha-ho. Ha-ho. Csak nem alszik egy mini manó. De. Indulás. Mindenkinek vannak ilyen kis kimenői. Én általában ezt a barátaimra szoktam szánni, ilyenkor elmegyünk sörözni, vagy biliárdozni, vagy bármi. Rami ezeket a heti kis... Heti rendszerességgel. Hát igen, a heti egy az már rendszer nálunk. Szóval Rami ezeket az időket arra szokta szánni, hogy ő körmöshöz megy. Haj, Dani, ne csináld már! Nekem ezek ilyen... Ez kikapcsolódás neked, ugye? Persze, nagyon kikapcsolódás. Ezek ilyen köbö kötelező dolgok, nyilván nem vagyok rá kényszerítve, de azért szeretném, ha normálisan nézni ki például a kezem, szóval nekem ennyi a kikapcsolódás. Mert az azt jelenti, ha egy héten elmegyek egyszer körmöshöz, akkor már nem mehetek sehova. Na, ez nem így van azért. Ez de, egyáltalán nem így persze, van. Amikor mennék, akkor mondod, hogy hát te is mentél már a héten körmöshöz. Ezt úgy is kivágom. Nagyon szívdögvesztő vagy, Dani, ebben a sapkában. Mutasd a körmeid. Fú, de igénytelen. Látjátok, ezért megyek körmöshöz. Ezért veszem le a sapkámat. Hát az van most. Az a szomorú helyzet, hogy nem tudjuk, hogy most mit csináljunk. A kiwi fejjel aludt itt, Ramin, de most itt meg nem hoztunk se kaját, meg semmit, szóval az volt a terv, hogy én hazaviszem. Mert azt gondoltuk, hogy felébred, de most annyira alszik, hogy nem tudom, hogy most vigyem be magammal a körmöshöz, vagy vegyem le, vagy mi is mindegy. Dani? Vedd le, hazaviszem. Szegény. Inkább szegény te, úgy gondolom, ugye? Én nem most vinném magammal. Oliver, te fogsz vezetni? Szia, baba! Nagyon jól el van itt. Nagyon-nagyon jól. Ha-hó! Nagyon ügyesen játszol, picurkám, mindjárt otthon vagyunk. Na de nektek is sziasztok! A mai egy napi vlog lesz, nem nagyon tudom, hogy mi fog történni, egy-két támpont van, de szerintem inkább ilyen beszélgetős lesz, úgyhogy beszélgessünk. Megjöttünk, picur! Hát szia, kismanó! Ilyen ügyes voltál! Szevasz, kismaki! És már itt is vagyunk. A világért sem szeretnék panaszkodni semmiért, de azt gondolom, hogy a negatívabb dolgokról is beszélni kell, mert akkor úgy találsz megoldást rájuk, de tényleg nem panaszkodni szeretnék, mert egészségesek vagyunk. A világ legboldogabb családja is egyben, és téged most nem hagylak ott bent. Kiveszlek innen, mert itt azért utazni nem rossz, de nagyon sokáig. Itt lenni azért nem a legjobb, igaz? Látom, látom, na gyere! Hát most jöttem rá, kismanó, hogy te igazából éhes vagy, igaz? Mert velem ettél utoljára 8-kor. Na hát akkor gyorsan csináljunk neked, Hamit. Jaj, tudom. Tudom, hát éhes vagy, igaz? Ez nagyon izgalmas, ugye? Ezt figyeljétek. Annyira tudja, már úgy figyeli, hogy ha csináljuk a kajcsit. Na mit hoztam ide neked? Jó étvágyat kívánok! Remélem, hogy nem lesz teljesen sötét itt a felvétel. Szóval egy első körben a videózásról szerettem volna beszélni. December az egy elég izgalmas, meg elég tartalomdús hónap volt. A hó elején is kiraktam videókat, meg volt ugye a hó végén, hogy minden nap új videó volt egy hétig. Januárban pedig összesen 3 videót sikerült kitennem. Szóval jó volt így ez a december, de én szerintem maradok annak a híve, hogy inkább havonta megpróbálok 4-5-6 videót kitenni, mint hogy így tömbösítve kinyomok 10-et, aztán 2 hónapig semmi motivációm nem lesz. És hát itt jön az elvileg panaszkodós rész, de hát ez nem panaszkodós. Hát Oliver továbbra sem alszik, azt meg kell hagyni, szóval ilyen 5-6-szor is fel kell egy este. Igazából Raminak a legrosszabb hír, mert engem hagynak aludni, de hát én is nyilván felkerek, meg azért át szoktam menni, nem is mindegyik alkalommal, meg a reggeleket én szoktam vinni. És hát ilyenkor érzi meg az ember ezt az általános fáradtságot, hogy az miben is jelenik meg. És komolyan mondom, nálam így
az ilyen létfenntartó dolgokat, meg amiket így kötelezően kell csinálni, meg amit persze hát a babucit nem fog ebből látni semmit megérezni, de hogy például így videózás, vagy munkaterén, szerintem a fáradtsággal az első dolog, ami így eltűnik, az így a kreatív gondolkodás. Fáradtan az ember nem tud új dolgokat kitalálni, nem tud annyira kreatívan gondolkodni, és ezt tökre érzem így a tartalmaimmal kapcsolatban. Nem tudom, hogy ti ezt így érzitek-e, maximum abban, hogy nincs annyi videó. És ez azért van, mert nekem nincsenek annyira jó ötleteim. Úgyhogy most ez a január, ez egy kicsit ilyen, hát az időjárásból adódóan is ilyen kicsit komor volt, kicsit ilyen, nem is depressziós, de hogy így gondolkodtam így a dolgokon, és annyira nem tetszett. Na most, hogy így süt a nap, meg elkezdődött a február, amúgy visszaszereztem a motivációmat, kicsit amúgy voltunk most Ausztriában, ott is tudtunk pihenni, a nagyszülők besegítettek egy kicsit Oliverrel is, úgyhogy valószínűleg ez csak egy ilyen időszakos pillanatnyi dolog, meg gondoltam, ezt is megosztom veletek. Na de megvárjuk, hogy anya most hazaérkezzen, mi pedig tovább megyünk egy meetingre, oda titeket is elviszlek, és ott találkozunk valakivel, aki már nagyon hiányzott nekem a csatornán, és nagyon rég volt, és beszélgetünk vele is egy picit. Visszanéztem a felvételeket, persze, hogy tök sötét az egész, na nem baj, remélem, hogy azért a lényeg átjött. Hát nem tündi-bündik együtt. Jújj, de aranyos. Jane, Tarzan. Tarzan, Jane. Tarzan nem segíteni Jane. Jane segítséget kér Tarzan. Tarzan segíteni Jane-nek átjutni akadály. Megszerezni banán. Jane eltűnt. Jane. Na szóval láthatjátok, itt vagyunk a Cyberjamba, és egy ilyen kis röpke meetinggel kezdtük az itt létet, és azt terveztük, hogy idén megint meglepünk itt titeket, vagy közönség találkozóval, vagy valami közös sportolással, ezt még most pontosítjuk, úgyhogy szerintem már márciusban lesz is egy ilyen megmozdulás, úgyhogy ha szeretnétek amúgy közönség találkozót, akkor írjátok le kommentbe, hogy te mindenképp ott leszel, és ugráljunk egy jót együtt. Na de kit is akartam nektek megmutatni, az előző felvételekben láthattátok. Szia, Benny! Szervusz, öcsém! Örülök, hogy épségben előkerültél, és gondoltam, csinálok egy ilyen kis villám interjút veled, hogy mégis hogy vagy, milyenek voltak az utazások, mik a tervek az évre. Tervgrek. Szóval milyen terveid vannak az évre, meg ilyenek? Hát nem, köszönöm szépen, hogy itt lehetek ismét köztetek. Minden rendben velem, jól vagyok, érek, virulok, boldog vagyok, és szerencsére tényleg épségben hazaértünk a hát majdnem egy hónapos utazásra, amikről majd lesznek videók. Csak az az igazság, hogy na mindegy, az majd kiderül, hogy miért csúszik ez a dolog. Sajnos önhibámon kívül, de lesznek, és akkor majd én is beszámolok arról, hogyha valakit érdekel részletesebben. De úgy minden rendben van, most Pesten zötyögünk egy jó ideig, és nagyon rég voltam úgy trambulin parkban, úgyhogy ugráljunk már! Ha már trambulin parkban vagyunk, jöjjön egy-két ugrálós jelenet! Egy fityinges vagy elsőre összejön. Na, el is felejtettem amúgy nektek arról mesélni, hogy hát mi a karácsonyfánkat azt, hát Rami, meddig maradt nálunk? Hát ilyen január végéig nekünk felállítva itt maradt a nappaliban a karácsonyfa, úgyhogy én azt szép lassan így leszedegettem, elpakoltam a díszeket, és hát már eléggé potyogott a fa, mert már nagyon kiszáradt, és egyszerűen nem tudtam, hogy kéne megszabadulni tőle. Igen, Dani, ez az ajtó amúgy duplán nyílik. Atya úristen, hogy lehet ekkora kupit csinálni? Az pedig összeszedte a hagymát. Most menjek végig a házon, meg a lépcsőházon, és legyen minden tiszta... faágas, vagy mi ez? Tűleveles. Hát az is megfordult a fejemben, hogy egyszerűen csak megfogom a fát, kiviszem az erkélyre, kicsit körülnézek, vagy nem tudom, megragadom, és egyszerűen csak kidobom. De aztán ezt gyorsan el is hesegettem, mert mi van, hogyha valakire ráesik, vagy... Meg úgy egyébként is elég hülyeség kidobni a hatodikról a karácsonyfát,
Úgyhogy végül is a lépcsőházban levittem, lesétáltam vele, és kiraktam az erre megfelelően kijelölt helyre. Na, szerettem volna még valamiről beszélni, ez sem negatív dolog. Gyere ide, Rami. Igazából ez téged is érint. Na. El se tudod képzelni, hogy mi lesz az? Öcsipók. Ugye már fáradt. Amit még szerettem volna nektek mondani, hogy a legutóbbi, december végén már a videók nagy részének a kommentjeire nem volt időnk válaszolni. Sajnos. Én ezt sajnálom, úgy szokott zajlani általában, hogy reggel, amikor felkelek, akkor egy ilyen 1-2 órát rászállnak arra, hogy a kommenteket elolvasom, és elolvasom és válaszolgatok rá, de ez a minimonó most nem hagyott mostanában erre lehetőséget. Elolvasom mindig a kommenteket, és tök jó, hogy ilyen aktívak vagytok ott, és nagyon sajnálom, hogy azt hiszem a babaszobásnál volt nagyon sok kérdés még a cuccokkal kapcsolatban, amire olyan szívesen válaszolnak, ezt most visszafogom, vagy elkezdem hátulról ezekre a válaszolgatást, és megígérem, hogy jövőben is fogok mindegyikre ugyanúgy válaszolni, ahogy korábban is, ugyanez van Instagramon. De ezt most sipírc innen bele nyávogtok a videó. De csak sík, evedgél amúgy. Nagyon sunyi kisfiú vagy. Nagyon sunyi kisfiú vagy. Na, megyünk inkább. Azt csinálj, hogy... Szóval ezért bocsássatok meg nekem, és a közösség akkor épül jól, hogyha van interakció, és hogyha én is a beszélgetésekben. Tehát ez nyilván egy egyoldalú csatorna, én mondom nektek a dolgokat, és ez úgy lesz kétoldalú, vagy akár nagyon sok oldalú, hogyha lent meg tudjuk beszélni az aktuális dolgokat, vagy a véleményekre én tudok reagálni. Úgyhogy ígérem, hogy ezentúl sokkal jobban oda fogok rá figyelni. Nem tudom, hogy egyáltalán észrevettétek-e. Ez van. És amúgy van lemaradásom még a teniszlabdákkal, a dedikált teniszlabdákkal is, amik volt az a kis challenge-em, hogy hátraszaltó. Tudják, akik tudják, ez is meg fog érkezni a hónapban hozzátok, nem felejtettem el. De szerintem ez a mai videó ennyi volt, ez egy kicsit ilyen beszélgetősebb lett, remélem, hogy azért élveztétek. Mert én nagyon főleg ezeket az estéket, úgyhogy hamarosan találkozni fogunk egy újabb videóban, ahhoz egy kicsit sportosabb lesz, ez most egy kicsit ilyen beszélgetős lett. Kommentbe írjátok le a véleményeteket, hogy tudjak rá válaszolni. Köszönöm szépen, hogy megnézted a videót, sziasztok! Fú, de para volt, még úgy dobog a szívem. De hogy nem csattant nagyot, na jó van, megyek le, azt eszeszedem.